Sziasztok! Ez itt én balázs vagyok és ebben a mai videóban az utolsó fáraó, update-ről és DLC-ről lesz szó. Total War fáraó, nem tudom, emlékeztek-e rá, nagyjából egy éve jelent meg, és viszonylag kis érdeklődés övezte, és annál kevesebb jó szót kapott, miközben szerintem remek játék volt. És hát a jó hírem az, vagyis a rossz hírem az, hogy ez utolsó DLC és update, amit az a játék valaha kapni fog. A jó hír viszont, hogy ez teljesen ingyenes, ez az egész Dynasties, ez az alcíme, az teljesen ingyenes, és gyakorlatilag megduplázza az alapjátékot. Úgyhogy. Ha esetleg eddig nem voltatok benne biztosak, hogy érdekelt tehet ez a játék, akkor most megmutatom, hogy mikkel frissül, mikkel kell uh, bővül a Total War Faro, ami amúgy most már egy teljesen rossz cím. Uh, valószínűleg a Total War Bronze Age az is sokkal jobb cím lenne, de ettől függetlenül uh, fantasztikus maga az, amit most a Creative Assembly szófia letett az asztalra. Úgyhogy nagyon sok mindenre nem lesz idő, nagyon sok mindent nem fogok tudni bemutatni, de nagyjából ezeken fogunk itt végigmenni, amiket itt láthatjátok. Azért elég sok mindenről kell majd itt beszélni, mint általános dolgokról, általános mechanikai változásokról, mind pedig új kontentről. Kezdjük is rögtön egy ilyen bevágásszerűséggel. Mutatom, hogy milyen ö, térképváltozás növelés történt. Amit színesben láttok, az a Total, Total War Pharaonak az eredeti térképe, ami magában foglalja a Levantei körzetet, egy kicsit a kis részből és Egyiptomot, és ez két irányba bővül gyakorlatilag mindennel, ami a bronzkorban valamennyire is számított, az egyik irányba e teljes mezopotámia, tehát egészen a tengerpartig elérünk ott, a másik irányba pedig bekerül a görög félsziget, annak minden bájával és szépségével együtt. Ennek megfelelően kerülnek új frakciók is a játékba, és új kultúrák, természetesen. Ugye az alapjátékban az egyiptomi, a hatti és a kánáni kultúrák vannak benne, az egyiptomit uh, négy frakció képviseli, a hattit kettő, a kánáni szintén kettő, és aztán DLC-vel érkezett még, azt hiszem az ingyenes DLC volt, de javítsa, hogyha nem, a Sea People, tehát ezek ilyen nomád fosztogató népek, és emellé kétszer-két új frakció érkezett, az egyik kultúrája ugye itt a mezopotámiai kultúra, Ninurta, Apál, Ekur és Adad, Sumá Usur, és a másik talán kicsit ismerősebb nevekkel az égiai kultúrából Agamemnon és Priam király. Agamemnon igazából a mainland Görögországnak a vezetője, vagy a mainland Hellász vezetője, Priam pedig úgy összességében de júre, vagy inkább de facto vezetője itt a görög térségnek, de ugye ő Trójának a királya. Nagyon fontos, hogy ez a játék ugyanakkor játszik, mint az ott volt Trója, de egyrészt nem kell hozzá, hogy ez nektek meglegyen, másrészt pedig igazából csak ilyen skiccek, ve dolgokat. Tehát igen, benne van ebben is Odysseus, benne van Priam, stb. Viszont minden mechanika teljesen új mechanika, minden art nagyjából teljesen új art, és olyan, mint attól függő, függetlenül, hogy most bekerülnek ide a trójai dolgok, attól függetlenül a trója sokkal többet ad, hiszen jobban összpontosít arra a részre, arra a régióra. Az új frakciókhoz és az új kultúrákhoz természetesen tartoznak egyedi grafikák, a városok, a régiók, minden grafikája egyedi, rengeteg új egység, legyen szó helyi, néti egységekről, vagy pedig faction egységekről, új épületek, tehát alapvetően használja ez a fáraónak a vázát, és arra épít. Elég jelentősen. Ezek az újdonságok, és már rögtön mutatok is itt már is egy nagyon érdekességet. Az, egy, az pedig, hogy uh, vannak Minor Factionek is most már. Ugye a Minor faction azok a az olyan kis frakciók, amik nincsenek annyira kidolgozva, és nincsenek egyedi mechanikáik. Uh, ezek nem nagyon kerültek eddig be a Total War játékokban, mióta a frakciók vezetője az, aki a legfontosabb, és a köré épülnek a frakciók, tehát ez már így működik, nem tudom nagyjából mióta, de a warhammer örökben biztosan, illetve talán már a, a Thrones of Britannia visszamenőleg is így működtek, hogy nem országot választunk, hanem egy vezetőt, és aztán ö, az vezeti az országot, és innentől kezdve... Nem kerültek bele a kis frakciók, mint játszható nemzetek. Most már ez megváltozik, hiszen ha végigkatingatunk, akkor az mind az öt fő kultúra kap, ha jól tudom, öt játszható minor faction-t. Ezekről majd lesz szó később a videóban, hogy ezekkel hogy, ezekkel, ezekkel hogy kell számolni, meg ezekkel mi újság. Annyit kell tudni, hogy vannak faction unitok, és itt, tehát itt is vannak native unitok és faction unitok, ahogy ez szokott lenni a nagy frakcióknál, viszont nem kapcsolódik hozzájuk az az egyedi mechanika, ami az ulti mechanikája, ugye van egy ilyen ulti képessége minden nagy frakciónak, ez itt nincsen, nincsenek külön frakcióépületek, és uh, nincs igazából narrat sem, illetve jóval nehezebb ezekkel elindulni, de ott van a lehetőség. Tehát RPZ nagyszerűen lehet azzal, hogy mondjuk azt mondod, hogy te szeretnél uh, itt a kából elindulva, ott összeúszszszal meghódítani mindenkit is. Ugye ebben a játékban már nem a frakciókhoz köthetőek az egyedi mechanikák, hanem a kultúránként választhatunk X számú mechanika közül. Tehát például Egyiptomnál igen, négy frakció van. Általában amennyi frakció van, annyi egyedi mechanika van, de ezeket lehet nyugodtan egymáshoz passzolgatni. Tehát, hogy egy ponton ki kell választani, hogy melyik, ugye hagyatékoknak hívják, ez, hívják ezeket a mechanikákat, melyik hagyatékkal szeretnénk menni, és azok határozzák meg az egyedi mechanikákat. Ennek megfelelően kétszer-két új egyedi mechanika jött a két új kultúrával, és ezeket meg fogom mutatni. Ez csak azt jelenti, hogy most én például az Adatsuma Usurral fogom az egyik típusot, azt hiszem vele pont a, a hamurabi törvénykönyv és mechanikát fogjuk tolni, vagy azt fogom megmutatni. Viszont ez nem azt jelenti, hogy Ninurta Apal-Ekur nem választhatja ezt, mert abszolút választhatja, sőt a kisebb frakciók is választhatják ezeket a mechanikákat, illetve azok, akik esetleg olyan helyeken ö, laknak, hogy választhatnak mechanikát, tehát például, a, azt hiszem, a kánoániak, nem? Pontosabban a, a tengeri népek azok, de talán a kánoániak is, akik ö, nem kapcsolódnak feltétlenül valamelyik mechanikához, nekik is van sajátjuk, de a, amikor már területeket birtokolnak valamelyik előre meghatározott királyságban, akkor oda is becsatlakozhatnak. Ez szó, is egy a vége. Nézzük meg, hogy hogyan működnek ezek az új mechanikák, illetve hogyan frissítették be a már meglévő mechanikákat az új frakciókra és az új kultúrákra. Be is rögtön itt egy mentést, ahol Mezopotámiában harcolok, csak kicsit el van fordítva a térkép, nyilván... miért ne? Uh, rendszeresen szeretik itt forgatni ebben a játékban a térképet, attól függően, hogy uh, hogy vannak a földek, hogy vannak a területeim. És uh, akkor először kezdjük azzal, hogy mi az, ami általánosságban változott. Például megszűnt most már az, hogy sok terminológia egyiptomi specifikus volt. Uh, a Semsuhur, szem vagy valami ilyesminek hívták, nem is tudtam rendesen kiejteni, szóval az most már nincsen. Az határoztam meg, hogy mikor kezdődik az új év, és. Most már ö, nem együttumi specifikusak az évszakok, hanem a három évszak, az a, a tavasz, a nyár és a tél, azok megkapták a általánosan elfogadott neveiket. Az egyik talán legfontosabb változás, mármint mint tényleg fontos nem úgy, mint az, hogy hogy hívják a nyarat, az az, hogy most már a karakterek halandóak. Hát, Hogyha eddig ez nem így volt, eddig ö, volt egy karaktered és akkor ez ölt, örökké, de most már meg lehet őket ölni a csatában, sőt, idősödnek, ugye látszik, hogy a 32 éves, és um, egy hét után pedig, ha nem is csatában, de természetes okoknál fogva haláloznak, és hát nyilván ekkor egy teljesen új rendszert kellett készíteni, ez pedig egyrészt az időmúlásának a rendszere, ezt amúgy kampánykezetekor be lehet állítani, hogy milyen sebességgel menjen az idő, a szerint három körönként telik el egy év, de ezt fel lehet gyorsítani, le lehet lassítani. Van pedig egy teljesen új dolgunk itt, ez pedig a ruling family, ami az a lehető legrosszabb mentést választottam, ahhoz, hogy ezt megmutassam, úgyhogy átmegyek egy másik mentésbe, mert itt még Nincs semmi. Na ez már sokkal jobb trójában vagyunk, és itt találkozunk ismerős nevekkel. Na ez már itt valami, kérem szépen. Tehát van nekünk most már egy dinasztia menüpont, ahol van egy Ruling Family tab, egy Dynasty Tree tab és egy Dynasty tab. Kezdjük a Ruling family -vel. Itt láthatjuk, hogy hogy néz ki ott a család. Mert most már rendesen születnek gyerekek, unokák. Uh, Róm 2-ben látok talán utoljára ezt a rendszert, de most visszatért, nagyon jó cucc mert hogy idő után Priam is ugye ki fog öregedni, 58 éves, bár kb. 170-nek néz ki, de 58 éves, és uh, van minimális uh, ilyen módosítói, tehát a Bannerman Father, ami ad a három Presence Fortitude Ardorra három, három pontot, és neki van egy felesége, Hekuba, illetve számos gyereke, Hector, Paris, ők a legismertebbek, Triolis, Helenos, Deifobos. Innentől kezdve tehát megnyílnak olyan lehetőségek is, hogy kiházasítani a karaktereinket szövetségért, vagy igazából bármiért nem, hát nagy, amúgy akár nyersanyagért is lehet, tehát diplomáciailag ott van a lehetőség, hogy nyersanyagért házasítsunk ki valakit, de alapvetően ezt elsősorban a szövetségért szokták. Itt van egy arranged marriage, és akkor választhatunk ö, saját karakter közül, mondjuk Párizhoz hozzáadhatjuk, ami azért paramerők testvérek, vagy a diplomáciai menün át választhatunk valaki mást. Jó, ö, azt hiszem nincsenek ö, halottak a családban egyelőre, úgyhogy ö, ez a az igazából nem csinál túl sok mindent. És ami még fontos, hogy van egy Sion, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ő az örököse ennek a karakternek, ez esetünkben Hector, de kinevezhetünk mást is Sionnak, amennyiben van elég pénzünk. El is lehet válni, meg ilyesmik. Itt pedig a Dynasty-nél láthatjuk, hogy mik azok, amik meg. Amik módosítanak azon, hogy mennyire ismert maga a dinasztia, hiszen most már erre is lehet figyelni. Minél ismertebb egy dinasztia, annál erősebb pluszpontokat kapunk, egyrészt arra, hogy mennyire hajlandóak mások beházasodni oda, másrészt pedig, hogy milyen gyakran kapunk valamilyen tárgyat, amit aztán adhatunk a tábornokoknak. Ez a Dynasty Tree, ez, ez egy viszonylag hasonló dolog, annyit a különbség, hogy belehet más frakció vezetőket hozni a saját dinasztiánk alá. Tehát ez már a dinasztiához tartozik, és akkor ö, onnantól kezdve ők is ide fognak tartozni. Ennek lehet ö, jelentőség az öröklésnél, de alapvetően ezzel viszonylag ritkában fogunk találkozni. És akkor végül itt van a dynasty. Ezt át is lehet nevezni egyébként, hogyha akarjuk. És látható, hogy a különböző királyok miket értek el. Egyébként ez azért nagyon király, mert ez több, mint a Crusader Kings 3 csinál arra, hogy megemlékezzen egy-egy karakterünkről. Tehát itt látható, hogy az uralkodás alatt volt egy krízis, vagy nagyon erős veszteségeket, vagy nagyon erős, nagyon komoly veszteségeket szenvedett el az elei csatában, de Idomeneus, a Dinos is Lifeblood, akármit is jelentsen, ez a ja, három gyermeke született Idomeneusnak nagyon jó, Knossos, Knossos nagyon megsújtotta, during a legitimacy war, és akkor ilyentől kezdve valamelyik irányba el tud menni az, hogy őt hogyan értékeli az utókor. Ehhez picit kapcsolódik, hogy most már neveket adhatunk a vezetőknek, ennek azt hiszem nincsen semmi jelentősége, csak nem tudom jelenleg hol van az öreg, meg is van. Azt hiszem nincsen semmi jelentősége, de annak megfelelően, hogy mik történnek az életében, ilyen epitátokat adhatunk neki, Uh, írja is, hogy egyébként, hogy miért kapja meg ezt az efitátot. Vorvoszra War zeleja, nyilván mert zelelje környékén harcolt. Unfortunate azért, mert volt egy krízis az idejében. Szóval ez már önmagában egy nagyon érdekes változás, és ez csak egy a sok közül. Ha már akkor végül a görögöknél kezdünk, akkor a görögöknél kezdjünk, mert uh, beszéljünk arról, hogy máshogy működik a legitimáció, és máshogy működik az udvar, mint uh, a, a többieknél. A legitimáció minden kultúránál egyedi, míg az udvar az is egyébként minden kultúránál egyedi. Ami itt uh, ki kell emelni, az egyik az, azt, akkor kezdjük az udvarral, uh, más egyszer, el, el, először is a felépítése, más sorban más az, hogy a különböző tisztségeket betöltők mit tudnak végrehajtani, vagy milyen feladatokat tudnak csinálni, és más az, ahogy a Power of Crown működik. Én beszéltem arról, hogy a legitimáció az minden királyságban, vagy minden uh, kultúrában máshogy számolódik, és ezzel alól nem kivétel az két új kultúra sem. A görögöknél ez a hősököz köthető, hogy itt nem arról van szó, hogy csak ebből az egy dologból jön legitimáció, de ez ad hozzá pluszban. Tehát például itt látható, hogy van egy olyan, hogy Heroes, az plusz 5, mert van 5 olyan, vagy van olyan karakterem, ami elég magas szintű, hogy legitimációt is biztosítson. Know, nem tudom, hogy pontosan kicsoda. Talán Hector számít itt hősnek, uh, mert ugye Hector és Priam van jelenleg lent. Egyiknél sem írja, hogy ez a karakter adna legitimációt, de kell, hogy adjon legitimációt, mert uh, ott van, hogy plusz legitimáció bejön. Szóval vagy Hector, vagy Priam megadja ezt a legitimációs bónuszt. És a legitimációnak az el, hát elköltéséről nem nagyon lehet beszélni, ugye ez határozza meg azt, hogy ki lesz a király a nap végén, de amikor elérjük már a királyi szintet, akkor itt van két új royal power, amik elérhetőek a görögöknek. Ugye ez a Court Presence, ez például, ez mindenkinél van, Wargames, ezek is mindenkinél vannak. A Remote Colonization az az egyik új, a, hogyha van egy közelben egy város, ami le van rombolva, akkor azt el tudja foglalni, így priem. A másik pedig nem a Force Annexation, azt hittem, hogy az az, de nem az általános, hanem a Wargame, amivel egységet tudunk két szinttel magasabbra előléptetni egyetlen egy egységet egy seregben. De ezt kétszer is használhatjuk. A Royal Decree, ami gyakorlatilag a kutatásnak a megfelelője, azok is uh, újak itt a, uh, változnak kultúránként, tehát ez mondjuk annyira nem nagyon game changer, de azt is úgy gondoltam, hogy uh, érdemes megjegyezni. Szintén kultúrához kapcsolódnak az istenségek, mert most már uh, megjelentek nyilvánvalóan az égjai és a mezopotámia istenek is. Azt hiszem, hogy 5-5 isten érkezett, igen, mindegyik kategóriába. Apollo, Afrodité, Poseidon, Zeus és Árész képviseli a görögöket, és annyi még az extra mechanikait, hogy Hekatumot tudunk végrehajtani, ez ugye egyfajta áldozat, azt hiszem állatáldozat az isteneknek, és hogyha ezt kifizetjük ezt a 3000 kaját érte, akkor ez az Activate Prayer to Apollo for General all generals of fortunes, tehát minden tábornok megkapja, megkap bónuszt, az Apollo-hoz kapcsolódó bónuszt négy körön át. Ez mind a négy körök istennél uh, ott van, annyi, hogy uh, ugye továbbra is ahhoz az istenhez tudunk imádkozni, akinek találkoztunk a nagyjából a, a kultúra központjával. Például a Poseidon az a másik oldalán van, itt az égiai sziget csoportnak, úgyhogy, vagy a, vagy a Hellásznak, úgyhogy vele még nem találkoztunk, ezért nem tudjuk Poseidot imádni sem, ami elég para, mert Poseidon okozza uh, a vesztét majd szóval. Erről ennyit. És akkor beszéljünk picit az egyedi uh, görög kultúra kapcsolódó mechanikákról, azokról, amiket ugye kiválaszthatunk, nem tudom, a 9. vagy a 8. vagy valahogy elkörüli körben, hogy melyikkel szeretnénk menni, és az egyik az a Perseusnak a hagyatéka, ami gyakorlatilag az olimpiákhoz kapcsolódik. Ennek a lényege, hogy játékokat tartunk, olimpiai játékokat, amivel növekszik az egység, az égelyegység, egység, pont, és a, a, minél magasabb az egység, ugye annál jobb módosítókat kapunk, recruitment slotra, recruitment renkre, illetve egyre több helyről tudjuk meghívni az embereket az olimpiára. Az olimpiának az egyik legfontosabb, szerintem lényege az az, hogyha háborús nemzetet hívunk be, tehát olyan nemzetet hívunk be, akivel háborúzunk, akkor az a háború automatikusan lezárul. Tehát most például kiválasztottam azt a négy nemzetet, amelyik, amelyikkel háborúban vagyok, igazából csak három jöhet be és láthatjátok, hogy a Pelazgiánok és az közül, vagy közül, közül tudunk csak behívni, mert hogy majd magasabb szinten lesz elérhetőek a távolabbi területek, tehát behívom őket, hogy rendezünk egy olimpiát, egyrészt kapok érte rengeteg kaját, ami szuper, másrészt viszont cserébe adnom kell valamit, kiválasztok tárgyakat, hiszen tárgyakat kell felajánlanom, és azt mondom, hogy szeretném ezt a játékot megtartani, most megtartottam ezt a játékot, és uh, 12 körig nem tudok újabb játékot tartani, de fejebb ment az ég ilyen pont, és ezzel békés lett a helyzet, ezzel ezekkel a frakciókkal. Illetve, hogyha vannak szövetségeseink, akkor az elérhető egységek azok itt jelennek meg, mert hogy ez is kapcsolódik ehhez az egész mechanikához. Lényegében a szövetségeseink ellátnak minket egységekkel, akiket majd utána be tudunk sorozni a seregünkbe. Zárójel, fantasztikusan néz ki a térkép egyébként. Nyilván nem az egy az egy mellett áthozva trójának a térkép, annál ö, nagyobb, ö, kisebb léptékű, viszont ö, viszont fantasztikusan néz ki. Élettel teli, gyönyörű, stílusos, úgyhogy ö, ez továbbra is 10 per 10. Átjöttem a másik görög frakcióhoz, akikkel az Atreus a First Vanaxot... Ö, választottam, mint hagyatékot. A vanax az gyakorlatilag az a királynak számít az égeai térségben. Ez a mechanika a dominanciára épít, és dominanciát úgy tudunk szerezni, hogy bizonyos frakciók ellen hajtunk végre küldetéseket. Ezeket gyakorlatilag random generálja a játék, annak megfelelően, hogy éppen kivel, hogy állok. Tehát én például a és Arkad Tianszat, az árkádiaiakkal és Pilosszal vagyok háborúban, ezért ezekhez generált ilyen mini küldetéseket, például rédelni kell, vagy fosszani egy városukat, le kell győzni a frakciók vezetőjét, és így, tovább, és így tovább, és így tovább. És ezek adják meg a dominánszet, amit aztán három különböző helyen tudok elkölteni. Egyet szeretem költeni diplomáciában, ahol van egy ilyen rész, hogy meg akar kötni egy békét. Most ez nem lesz elérhető. De ettől függetlenül, ha lenne egy dominanciám, akkor 25-tel tudnám növelni az elfogadását ennek a békének, ami nagyon brutális. Tehát 25 az a szem, amit nem igazán lehet már máshogy, vagy csak rengeteg nyersanyaggal lehet elérni ezt a plusz 25-öt. Simán megadnák a békét, hogyha most lenne elég dominanciám. A másik, az az udvar, az udvarban is van lehetőségem ezt elkölteni, most éppen nincsen plot, de ha lenne, akkor meg tudnám szüntetni a plotot. Ugye, alap esetben az udvarban csak uh, kérhetünk dolgokat, ez a uh, szívességet cserébe, amit ugye a Cortex-ből szerzünk, Cortex-nál a prejtkálásból lejön ilyesmi, értitek? Tehát ugye itt van egy egy Cortexion öm Gossip-ot benyomom, akkor kapok 15. Uh, szívességet, azt hiszem, mert nem vagyok, hát rigardot, tehát elismerést, és hogyha összegyűlik abból 60, akkor tudok kérni elit harcosokat, vagy 40, 40 tudok elit harcosokat képni, kérni, vagy pedig uh, például tőle tudok kérni pályatit, amit legtöbbször szoktam, uh, szintén 40 pontért cserébe. De most már van lehetőség ezt kiváltani, ezzel a mechanikával együtt, a dimandal, tehát követelem a dominanciámmal, hogy ezt adják meg, 50 pontba kerül, és akkor el tudom nyomni ezt, hogy akkor kérem ezt a Temple Builders-t, ami minusz 20% construction costot jelent. És végül a Power of the Crown, az a harmadik, ami legitimációhoz adhat bónuszokat, amennyiben részt veszek a polgárháborúban. Tehát például én most azt mondom, hogy én szeretnék egy polgárháborút kirobbantani, nyilvánvalóan mindenki nagyon örül ennek, és akkor legitimációt tudnám erősíteni a 200 dominanciával, ötvenet ad, ami szintén rengeteg, hiszen látjátok, hogy most a vanaxnak, tehát a de facto királynak, meg a deüre királynak, van összesen 68, tehát én most alapból már e felett vagyok, főleg, hogyha még rádobunk egy ilyen nagyon durva 200 pontért vehető 50 legitimációt, akkor abszolút én leszek a, 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 a szuper befutó itt a polgárháború során. És akkor amit mondtam még szintén itt a térképhez kapcsolódóan, hogy Például ugye nem került bele Ajax, mint játszható frakció, vagy legalábbis nem nagy játszható frakció, de arra kifejezetten emlékszem, hogy Ajax pontosan így nézett ki a trójában is. Tehát például ő nem kapott új ártot, és lehet, hogy a többiek sem kaptak, feltétlenül mindenki új ártot. Priam, ő például pont kapott egy új, új, új 3D-s uh, grafikát, de uh, a Ajax nem kapott, és ez nem is gond, mert uh, régi barátként üdvözölhetjük. Na, ezek voltak a görögök, és akkor még mindig sok mindenről kell beszélnünk, hiszen ott van a másik fel az egésznek, a mezopotámiaiak. Hát olyan a dolgokról nem is beszéltem, hogy a, a UI az, az teljesen egyedi ezeknél az új frakcióknál is, és nagyon jól néz ki. A, inkább beszéljünk arról, amit tényleg számít. Egyrészt akkor itt van a legitimáció és a korona hatalma. A, a legitimáció forrása az az, hogy minél jobb. Ö, legyen az állásunk a, az istenekkel. Tehát itt van például, hogy Diety, plusz 23, nyilván ez csak egy része az egésznek, nagyon sok helyről a legitimáció, de itt a hangsúly azon van, hogy minél jobban, minél jobbak legyünk az istenünknél. Itt vannak a Royal power -ök. itt kettő új Royal Power van, az egyik az, az amelyik, most nem tudom, ezek közül... Ja, de itt vannak, oké, okay, megvan melyik-melyik. Tehát Például tudtuk mondani, hogy mi fizethetünk pénzt azért, hogy az ellenség egyik serege az teljes egészében megszűnjön. És a másik új, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy hol van, de talán ez, ez lesz az, ami a szomszédos megcélzott provincián 10 boldogságvesztéssel jár amennyiben ezt beadjuk. Szóval, ja, ez a királynak a hatalma, és akkor van még nekünk itt egy udvar, és láthatjátok, hogy ez teljesen máshogy néz ki, mint a Hellásznál, és máshogy is működik, mert hogy itt királyok adják az udvart, a King of the Universe az úgy gyakorlatilag a, a, császár, és akkor alatta van Assúria, Babilónia, Elám és Hanigálbátnak a királya, ezek ilyen kisebb területek, királyságok. És ennek megfelelően azért ez sokkal gyakrabban változik, hogy ki, hol, mit, mit csinál, hol található, mint egyébként változik mondjuk a Fáraók földjén játszva. Kicsit változnak szintén azok, hogy miket tudunk kérni, de összességében azért megtaláljuk itt is azokat, hogy assassinate, elite warrior, make request, igen aztán itt van az, hogy Embezzel, Elite Warrior, Temple Builder, gyakorlatilag itt az van, hogy Elite hatosokat mindenhonnan tudunk kérni, és azon túl van még egy másik lehetőség, amire felhasználhatjuk az elismerést, a Rigardot. Nagyon jól néz ki amúgy a táj, hogyha megnézitek, hogy ugye megkapták az egyedi asszeteket, például, hogyha megfelelő típusú ilyen elősöket építünk, akkor megkapjuk a híres zikkuratokat is, majd lehet, hogy ez a másik mentésben jobban fog látszódni. Ugye volt szó az istenekről, a görögöknél itt is öt új isten van, Marduk, Inksusinak, Asur, Ninurta és Istár. Itt a hozzá kapcsolódó egyedi mechanika az a dwellingek, amik a városban építhető épületek, vallásépületek. Ugye a srájnokat, azokat elősöken építjük, a dwellingeket viszont a városban, Például megnézzük Vasukkanniban, ott található egy Dwelling of Ninurta, ami kicsit kevesebb szívességet ad, de emellett például ammo recruitmentként, tehát amikor felveszünk egy egységet, akkor az több ammóval jön le, illetve plusz négy influencet is az egész területre vonatkozólag. Ők is két hagyaték mechanikát kaptak, az egyik az a Sargon rét, ami egy nagyon érdekes mechanika, mert az ambíciókhoz köthető. Hogyha megvannak az ambíciók, akkor ugye ezek azok az ilyen mini küldetések, amik néha feljönnek, és a végén ezeknek a teljesítéséből is lehet elérni a győzelmet. A most éppen nem aktuális egyik sem, de mindjárt el tudok hívni, mert hogy először is ki kell választanunk egy udvari írnokot, és három típusú udvari írnok van, a Conqueror, a Warlike, és egy harmadik, ami ilyen gazdasági típusú, amit most azért nem választható, mert legutóbb ö, azt vettem fel. Szóval most például azt mondom, hogy egy warlike írnokot szeretnék, és ez fogja meghatározni, hogy milyen arhetípusú lesz az az ambíció, ami majd lejön, amikor majd lejön. Úgyhogy az ambíciókat szinte random kapjuk. Itt van az minden arhetípus, és az arhetípusok le vannak oszva három részre, Conqueror Overseer és egy harmadik még egy ilyen le van zárva, hiszen minden egyes küldetés valamelyik háromból ezek közé tartozik. Minél többet teljesítünk, annál szebben itt növekszenek a bónuszok, amiket kapunk érte. például most, ha már minden teljesítek majd, akkor a slotok abszolút mindegyik archetypus slot megnyílik, illetve egyrészt meghosszabbíthatom ezeknek az ambícióknak a teljesítési ablakát, illetve választhatok Grand ambition ami amúgy még random jön, le. most például van itt egy Grand ambition -en. Tehát ezek az ambíciók, ezek jönnek maguktól, de szárgonnal meg is tudom őket venni, 100 aranyért cserébe, fején ez a már jól ismert ablak, és választhatok egyet. Itt vannak fel az archetípusok, Warlike, Conqueror, Conqueror uh, például nyerünk 8 csatát, vagy legyen 12 városunk, vagy legyen egy szent mezopotámiai földem. Azt mondom, hogy nyernek 8 csatát, és akkor innentől kezdve ez lesz az egyik Ilyen, ami itt, ha teljesítem ezt a warlike akkor elvileg, az nem is tudom hova fog számítódni, hiszen most itt Oversteer és Conqueror van, de ettől függetlenül, valahol ez biztos biztos kiírja a játék, csak könnyű elveszni ebben, szóval ettől függetlenül ez biztos, hogy előré fog lépni egyet, ez az uh, Archetype, a uh, All Archetype közül elő fog lépni egyet, és uh, haladunk e felé, a bónusz felé. Itt az al arhetípusok is adnak bónuszokat, hogy haladunk. Például ez a Workforce and Settlement Occupation és a Extra Royal Cortability, meg a Resources Gained on Visit, ezek már most megvannak. Következő szinten pedig szintén bónuszokat adnak. Az Overseer ez tök jó, mert ilyen Royal cortability t ad, és, és azt egyre buffolja, tehát minél előrébb haladunk ebben, annál erősebb bónuszokat ad, amikor csinálunk egy ilyen Royal visitet. Itt a Scribe archives látjuk egyébként a többit, tehát itt az összes archetypus, stratégista, builder, és itt a Warlike. És ezek pedig adnak mindenfajta bónuszokat, amennyiben ezek kerülnek oda. Az, hogy itt mi van kiválasztva, szerintem az, amelyik a legelőre haladottabb. Az a kettő, ami a legelőre haladottabb. Ami azért érdekes, mert az overszínet nem tudom egyébként, hogy hogy kéne használni, hiszen azt mondja, hogy Royal court t ad a treasurernek, viszont ugye nincsen treasurer, nálunk királyok vannak. Szóval mindegy, erre biztos, én nem veszek valami észre, ti majd rájöttek, hogy ez pontosan hogyan működik. Nézzük meg a másikat, mert az viszont sokkal izgalmasabb itt is vagyunk, megtaláltam itt a, a amit kerestem, ez egy zikkurát például itt. Ez a különleges outpostként ö, létezik ez az zikkurát, illetve itt van Babilónia szép városa, ez ismerős lehet a töri könyvekből, ha más nem. És akkor itt a hamurábi a törvényhozó hagyatékát követjük, azzal, hogy törvényeket hozunk. Hogyan hozunk törvényeket? Merül fel a kérdés teljesen jogosan. Itt az alapnyi az a kudurru lesz, vagy kuturru lesz, ami elsősorban onnan jön, hogy az udvarban kikérjük az emberek véleményét, az udvar tartásunk véleményét, a többi király véleményét a törvényekről. Ez pedig a, ugye a slow interakcióval lehet elérni, ami kerül nyilván egy Court és 20 uh, rigardba. Tehát ez már csak azután lehet, hogy már valakivel van valamilyen uh, viszonyunk. Ezek azt hiszem, hogy ugyanannyit adnak mindig két kudurut. De ebben nem vagyok teljesen biztos, de igen, úgy tűnik, hogy mindig két kudórut adnak, úgyhogy megbeszélem a törvényeket vele, és már is kaptam két kudórut, amit elkölthetek. Most már 22 kudórum van. A kudórut egyébként több helyen is el lehet költeni. Az egyik az itt, ezen a képén, amit mindjárt megnézzünk jobban. A másik pedig a Will of the King, amivel azonnal egy Royal Decree-t megvásárolhatok ez 6 kudúrúba kerül, nem tudom, ez kérelődik e utána. De például azt mondom, hogy én mostantól már azonnal szeretném, hogy ez 10 kudúrú, nyilván mindegyiknek változik az ára. Tehát már azonnal szeretném, hogy nekem legyen több, több fám. Most pont ezt kutatjuk, azért olcsóbb. Nézek olyat, ami nem túl drága, mondjuk ez Mentor of the Army, x from Battles, szuper 4 az Ezt azonnal megvettem, és akkor így élvezhetem ennek a hatását. De nem ez a fő hely, ahol elköltjük, hanem ott, ahol törvényt hozok létre. Összesen kilenc törvényem lehet, viszont ezeket akár cserélgetni is lehet majd később. A, megvan, hogy melyik törvényt mikor hoztuk, mindegyiknek van neve és van módosítója. Például, mondjuk érdekes, hogyha ráviszem, akkor eltűnik, de oké, okay, mondjuk azt, hisz, hogy ez ilyen flavor dolog. Righteous Law az azt jelenti, hogy minden élelmet termelő épület 6%-kal többet termel, és a tábornokok egy boldogságot adnak. Gyakorlatilag mi magunk rakhatjuk össze a módosítókat. Két típusa van ennek, a military és a civic, és ezeknek is szintjeik vannak. Ahhoz, hogy egy szintet növeljünk, ahhoz kudurut kell elkölteni, és ez azért fontos, mert az ilyen erősebb típusok és az erősebb hatások is szintekhez köthetőek és például létrehozok egy új törvényt, választhatok, hogy ez háborús törvény, vagy hati törvény legyen, vagy pedig uh, civil törvény, mondjuk azt, hogy legyen civil törvény, és uh, összesen három effektet adhatok hozzá ehhez, ugye kettes szintű ez a törvény, más nevet is adhatok neki, tök mindegy, és randomizálhatom is persze, de ezek közül a négy kategóriából választhatok, ugye van az Income, Construction, Army és Kingdom. Például itt most a Happiness az meg van nyitva, viszont az Influence, ahhoz, hogy Influencet érintő törvény vagy törvénybe olyan módosítót rakjak, ami az Influencet érinti, ahhoz ötös szint kell már itt. Hadseregnél kilences szint kell a fenntartáshoz. Egyik azt itt nem lehet változtatni, hogy uh, milyen szintű, mert ha csak ide, itt, ebben a felületen lehet változtatni, de mondjuk én szeretném, hogy uh, legyen ez a szint, vegyük fel egy kicsit, itt látható, hogy új megnyílt construction cast, és egyre drágul, és ha fel akarom vinni 9 szintre, akkor ezt meg is tettem, egy csomó új megnyílt, és akkor most már, ha létrehozok egy új törvényt, ez a volt, akkor uh, Például az influence már elérhető. Vagy a fenntartás már elérhető. És kiválaszthatom, ugye mindig itt van egy target, tehát hogy ez mire vonatkozik. A construction cost is nem mindenre, hanem mondjuk admin épületekre. A bevétel az nem mindenre, hanem mondjuk épületekből származó módosítóra. Így gyakorlatilag megkapjuk azt a menüt, ami, 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 ami elérhető a fejlesztőknek. Minden itt van, minden módosító, ami csak elérhető a játékban. Tehát azt mondom, hogy mondjuk legyen nálam nagyobb a boldogság ott, ahol van templom. Az érték is attól függ, hogy, hogy miket oldottunk ki. Például a plusz 3 még nem elérhető, csak 14 szinten lesz elérhető, és változtatja, hogy mennyi ideig tart ennek a érvényesítés, ennek a törvénynek, attól függően, hogy mennyire erős a módosító. Tehát például most adtam egy templomonként plusz 2 boldogságot ebben a törvényben. Legyen egy kis uh, fenntartás csökkent is, mondjuk a, hát ezek nem túl jók, de mondjuk a slingereknek 6%-kal csökkentjük a fenntartását, illetve az építkezéseknél a resource épületeknek legyen 6%-kal olcsóbb. Ez így 720 uh, kajába kerül, és 18 körig tart, hogy az betartassuk, mondjuk ezt kivesszük, így már is csak 12 kör, inscribe low, és 12 kör múlva megkapjuk ezeket a módosítókat. Amit meg tudunk csinálni a kudurruval, az pedig az, hogy istenivé emelünk, vagy pedig törlünk egy uh, törvényt. Azt hiszem. Valahogy rivókon is lehet ezeket, nem tudom pontosan, hogy hol lehet rivókolni, Á, ah, itt rivókló. Uh, szóval azután tudunk már csak törvényt uh, eltörölni, hogy már legalább hármat hoztunk, és a negyedik után az elsőt akár törölhetjük is. De, hogyha azt akarom, hogy ebből isteni törvény legyen, amit nem lehet utána visszavonni, viszont jóval erősebb a hatása, akkor ez 15 kudóróba fog kerülni. Látod, hogy 6-ról felmegy 8%-ra, boldogság pedig 1-ről 2-re. Most erre nekem nincs elég kudóróm. Szerintem ez az egyik legizgalmasabb és legérdekesebb az összes mechanika közül. Majd próbáljátok ki, és írjátok le, hogy ti hogy éreztetek ezzel kapcsolatban. És meg azt ígértem, hogy megmutatom, hogy hogy néz ki az, amikor egy minor faction-nel játszunk, úgyhogy ezt még megnézzük. Akkor zárásnak betöltöttem itt egy mentést egy kisebb frakcióval, ez természetesen Odysseus, mert ki más lenne. Nagyon sok minden nem változik, ugye, amit itt uh, érdekesség, az az, hogy uh, egyrészt nincsen annyira meganimálva a főmenüben itt a karakter, hogyha ezt választjuk, tök mindegy, de ugyanúgy elérhető neki az udvar, hiszen ugyanúgy az udvarbanak, ha nem is a része, de amúgy lehet a része, amennyiben uh, van elég pénze, meg van elég kortársanya, uh, -ja. uh, de hogy ugyanúgy az intrigekhez hozzáfér, ugyanúgy uh, ott van a Power of the Crown, tehát akár elindulhat a polgárháborúban is, uh, hogyha elég erősnek érzi magát, ugyanúgy választhat magának, itt uh, ilyen cuccat, ilyen legitimációt, ugyanúgy követi a dinasztiát, tehát igazából rendkívül sok különbség nincs. Egy-két dolog, ami egyedi, az, az ugye itt nincsen, de nincsenek egyedi tárgyai. Egyedi egységei, hogy esetleg valahol valamelyik frakcióhoz tartozna egyedi egység, de ugyanúgy vannak csak számára lehető frakcióegységek, mármint csak számára, hát jó, nyilván nem csak számára, de hogy uh, limitált egységek, amikhez uh, ő is bár másik frakció ér hozzá, Fér hozzá, nem ér hozzá. Amennyire tudom, a UI az itt nem változik külön, hanem használja az általános ö, kulturális UI-t. És ö, még egy nagyon fontos dolog, hogy innen hiányzik az ulti gomb. Ugye minden frakciónak van egy ulti képessége, ezeket nem mutattam be, ezekről nem beszéltem, de itt is a négy új nagy frakció megkapja az ultit, ami passzív és aktív képesség is, ezt nem kapják meg a minor faction ennyivel mindenképpen hátrányban lesznek, de szerintem nagyjából egyébként összességében ennyivel. Ez pedig volt a Total War Pharaoh Dynasties bemutató, amit még itt el kell mondanom, az az, hogy ez annyira külön kezelt dolog a sima Total War pharaoh hogy konkrétan külön launcher is, ami azt jelenti, hogy például az öcsémentek, amiket szereztetek, korábban, azok nem elérhetőek. A mentések nem jönnek át. Tehát minden öcsémetet újra meg kell szerezni, a mentések nem kompatibilisek a régi verzióval, de külön apként is működik, tehát itt a launch legacy rámegyek, akkor egyszerűen csak elindítja a régi verziót, ami nem tartalmazza mindazt, amiről most beszéltem. Ha valaki ezt jobban szerette, akkor játszhat azzal is, ha valakinek ezt tetszik jobban, akkor pedig ez mindenki talán most már végre boldog lehet. Nagyon keveset beszéltem a csatákról egyébként, ami talán ö, óriási változás, és ö, a csatákhoz én ugye kevésbé értek, de óriási változásnak mondják, megtűnik. tűnik, az a halálozási rendszer, aminek nagyon röviden az a lényege, hogy a különböző fegyvertípusoknak van egy leddölici értéke, ami meghatározza, hogy mennyire mennyi eséllyel ő azonnal az a fegyver. Tehát például egy furkos botnak kisebb ez az értéke, mint mondjuk egy pengének, vagy egy uh, nyíl, hát a nyílnak sem túl nagy, tehát uh, egy pengének. A pengének mondjuk van 70%, tehát azt jelenti, hogy 70% esély van rá, hogy amikor az egyik entity, az egyik katona megüti a másik katonát, akkor a másik katona azonnal meghal, attól függetlenül, hogy mennyi HP-ja van még. És ugye ezekből a katonákból áll össze egy darab zászlóaj, ez elvileg gyorsabbá teszi a csatákat, és pörgősebbé teszi a csatákat. Én is éreztem egyébként, de alapvetően a, a, a Trójában és a Fáraóban inkább kaotikusak a csaták, mint a Warhammerben. Ezt mindenképpen rátok bízom, hogy letesztelgessétek. Ennyi voltam már, köszönöm szépen a figyelmet. Én szeretnék így hogy egy, Total War Faro Dynasties Let's Play sorozatot. Remélem van rá igény, írjátok le csak lájkoljátok ezt a videót, hogyha úgy gondoljátok, hogy van. És uh, amint véget ér a Warhammer 3, akár meg is nézhetjük. amint, amint véget ér a Warhammer 3-os Malakai Let's Play sorozat a következő hetekben, akkor utána akár rá is nézhetünk a Faro dynastys re Köszi a figyelmet, sziasztok!